ez volt az egyik első. Ebből a korszakból voltál a 3-4, amikor én ott voltam. Nem sok kép. És akkor rengeteg kollást mutatott. Hogy ismerkedtetek meg? Én írtam neki levelet, és megdöbbent, hogy milyen fia. Azt mondja, hát maga az, mondtam, hát igen. Hát azt hittem, hogy maga sokkal idősebb, hát mondom, nem, ennyi vagyok. És mondta, nem baj, azért jöjjön be. És aztán nem sok minden volt otthon, de ilyen kicsit ilyen félhomályos volt. Nem tudom, hogy hívták, Budafoki úton. És aztán ma egész délután este maradtam, és összebarátkoztam. Amikor én voltam nála, akkor dolgozott egy sorozat új kollázson, úgyhogy viszonylag kevés kép volt nálam. Kastélyblohában 61, ez gyönyörű. Ez volt a kedvenc? Ez volt az egyik, igen. Ez egy ilyen hangulati piktúra. Egy teljesen személyes vonatkozású hangulatok, melankolikus visszaemlékezés, költői kiegészítése annak, amire emlékszik, amit látott. Szóval egy más. Én mindig úgy éreztem, hogy egy nagyon tipikusan közép-európai melankóliának a festői megjelenítése. Ó, de nagyon sajnálom, hogy csak a romokat látod. Én még jobban. Hát látod, milyen gyönyörű volt? De nem bírta, igen, el tudom képzelni, de nem bírta. Volt fontos számára az a katalán gerendaics, mert azon látta meg, hogy ezt a bosszanti lírai elmesélést, ezt lehet fontos a korszak, hogy itt változott meg a sokkal rajzosabbak, keményebbek lettek a motívumai. Igen. Majd, hogy nem geometrikus. Igen. Ez a legfurább tárlatvezetés, amit valahol hallott. Igen, hogy a fényfoltok, elképzeljük a képeket, igen. Az én első alapélményem az a Bálint és a Kormis volt. És tudtam, hogy mondjuk nem voltak túl jóval a vége felé. Hát minden esetre mondjuk én voltam 16-17 éves, nekem a két figura volt a két Isten, aki egyáltalán még jelen van a nagy múltból, ugye?